Ugye az alapítványunk azzal foglalkozik, hogyha pszichiátrián történt valakivel jogsértés, jogtalanság, megalázó bánásmód, akkor segítsünk. Tehát mi ezen a területen, a pszichiátria területén igyekszünk az emberi jogokat védeni. És egy nagyon érdekes dolog derült ki nemrégiben számunkra. Ha azt mondjuk, hogy elektrosokk, ami ugye egy pszichiátriai eljárásmód, akkor valószínűleg az emberek többsége azt gondolja, hogy ilyen már régóta nincsen. A valóság azonban az, hogy ez a mai napig használatban van, még Magyarországon is használnak elektrosokkot a pszichiátriákon, nem mindenhol, de azért elég sok helyen még mindig. És nem olyan rég tudtuk meg, hogy az Egyesült Államokban, ahol van még kettő olyan cég, akik gyártanak gépeket az elektrosokhoz, az egyik ilyen cég nemrég csődöt jelentett, ugyanis annyi panasz érkezett a gépükkel kapcsolatban végzett kezelések ellen, annyi sok kár és ártalom miatt tettek panaszt. Az elektrosoknak talán a legjellemzőbb kár, amit tud okozni, az egyrészt ugye agyszövet pusztulás, agyszöveti károsodás, másrészt pedig memória problémák. Az ember akár véglegesen elveszített memóriákat az életéből, vagy emlékeket az életéből, ami ugye olyankor különösen rossz, amikor mondjuk valakinek van egy szakmája, mondjuk egy villanyszerelőnek fogalma sem lesz úgy, hogy hogyan kell villanyszerelni, teljesen elfelejti az egészet. Elég nagy baj, igen. És ilyenekből elég sok történt már a világban. Szóval olyan sok panasz érkezett ezekre a készülékekre, hogy a gyártó cég nem talál biztosítót, aki biztosítaná ezeket a gépeit, ezért kénytelen volt csődöt jelenteni. Amely nagyon érdekes fejlemény egyébként, és én magam részéről még csak nem is tartom nagyon váratlannak a dolgot, hiszen önmagában az, hogy elektrosokkot még ma használnak, ez egy olyan furcsaság, amit nem is gondolná az ember. Tehát az, hogy miközben tudod, hogy ezek sokféle kárt okozhatnak, és ezzel kapcsolatban emberek panaszt tesznek. Gondoljunk bele abba, hogy egy nagy feszültségű elektromosságot engednek keresztül az embernek az agyán, ott óhatatlanul pusztulnak agyszövetek. És ugye kiválthat valamilyen reakciót egy elektrosok, tehát okozhat változást az emberben. A kérdés az, hogy ez milyen változás. Lehet, hogy egy olyan embert, aki annyira rossz állapotban, hogy mozdulatlanul fekszik az ágyában és nem csinál semmit, ki lehet sokkolni ebből az állapotból, de hát ugye főleg, ha figyelembe veszük azt, hogy pszichiáterek is elmondják számtalan helyen, hogy nem tudják, hogy az elektrosok mit és hogyan csinál pontosan. Sőt, több a kérdőjel, mint bármi más, tehát nem tudják, hogy mit csinál, és ez le van írva nagyon sok helyen, tehát ezt nem én találom ki, ez egy tudott dolog. Ellenben nagyon sok káros hatását dokumentálták már az elektrosoknak, hát ennek fényében legalábbis kétséges. Azt el kell, hogy mondjam, hogy azért ez az eljárás orvosi körökben, sőt, pszichiátriai körökben is nagyon komoly vitákat gerjeszt, és még a pszichiáterek körében is nagyon sokan vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ez egy idejét múlt dolog, amit nem lenne szabad már használni, már rég ki kellett volna kerülni a gyakorlatból. Részleges adataink vannak erről a területről Magyarországon. Ugye annyit lehet tudni, hogy nemzetközileg egy év alatt körülbelül 1,5 millió elektrosokot alkalmaznak a világon. Magyarországon erről gyűjtöttünk adatot jó néhány évvel ezelőtt, tehát nem annyira friss, de egy 8-10 éves adat, amikor is az derült ki, ezt az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kaptuk egyébként az adatokat, és az derült ki, hogy Magyarországon ilyen néhány százas nagyságrenden végeznek elektrosokkot évente. Most éppen azon vagyunk egyébként, hogy gyűjtsünk ennél frissebb adatokat, csak ez nem egy olyan egyszerű eljárásmód, hogy ezt megkapjuk, de rajta vagyunk, és akkor látunk egy frissebb dolgot, de mégis azt gondolom, ezzel gondolkodhatunk, hogy körülbelül ennyit végeznek Magyarországon. Ez nem túl sok mondjuk a nyugat-európai országokhoz, vagy az Egyesült Államokhoz viszonyítva, de az én véleményem szerint a néhány száz az pont annyival több, mint amennyinek lennie kellene. És valóban mi találkoztunk nem egy ilyen elektrosokkos esettel, nyilván nem százával, hiszen nem történik olyan sokszor Magyarországon. De jó néhányszor belefutottunk ebbe, hogy károsodást szenvedett az illető. Például éppen most dolgozunk egy olyan ügyön, ahol nem pusztán az elektrosok a központi téma, mert a férfi nagyon sokféle pszichiátriai kezelésen ment át, de elektrosokkolták is, és a végén meghalt. Most a haláleset miatt indítottunk vizsgálatokat, és igyekszünk ezt végig görgetni a hatóságoknak a vonalain. Tehát találkozunk, belefutunk ilyen esetekbe, sőt, emlékszem egy idős asszonynak az esetére, akit még a 80-as években elektrosokkoltak, ő megvakult utána például. Szóval, ha belefutunk ebbe, akkor foglalkozunk ezzel, igen, és azt gondolom, hogy a jövő mindenféleképpen arra mutat, hogy ennek azért ki kell kerülnie a gyakorlatból. Manapság már a nemzetközi egészségügyi szervek is, úgy mint például az Egészségügyi Világszervezet, vagy az ENSZ-nek az egészségügyi szekciója is
azzal a határozott kijelentéssel hozakodik elő rendszeresen, hogy a pszichiátriából ki kell küszöbölni. Az a cél, hogy teljes mértékben mindenfajta olyan erőszakos kényszerítést és olyan erőszakos beavatkozást, ami valójában nem szolgálja az embereknek a mentális egészségét. És ezért az elektrosok azért igaz, hogy altatásban végzik, de mégiscsak valahol ez a kategória, hiszen az altatás az csak elfedi azokat a borzalmas fizikai megnyilvánulásokat, igen, ami ugye akkor történt, amikor az embereknek ezt még ébrenlétben adták az elektrosokot ugye a kezdeti időkben. Ma már altatásban és izomlazítók adásával csinálják, izomlazítókkal azért, hogy a rettenetes áram okozta görcstől ne törjenek el csontok, illetve ne harapja le a páciens a saját nyelvét, ugye, amilyen izomgörcsöt okoz a testben, tehát ez ki van küszöbölve. Mindazonáltal ez nem változtat azon a hatáson, amit az elektromos áram az agyra kifejt. Nyilvánvalóan igen, ennek ellenére az a tapasztalatunk, hogy nagyon kevés esetben állnak már neki ténylegesen elektrosokot csinálni, Magyarországon legalábbis. Úgy vettük észre, hogy van a pszichiátereknek egy szűk köre, akik ehhez ragaszkodnak valamiért, és azt gondolják, hogy ez feltétlenül jó valamikor bizonyos esetekben, mások pedig azt mondják, hogy erre már nincsen szükség. Igen, bizonyos protokollok szabályozzák ezt a dolgot, de én határozottan azt gondolom, hogy lenne más mód, hogy segítsünk az embereknek, mint az, hogy elektromos áramot vezessünk a fejükbe, amiről, ahogy mondtam, nagyon sok olyan bizonyíték derült már ki, hogy ez valójában azért inkább pusztítást okoz. Meglátjuk, ez talán függ tőlünk is, hiszen az emberjogi szervezetek, ha fölemelik a szavukat, azért az nyomhat alatban, és ezen mi is dolgozunk, mi is igyekszünk ebben tenni. Én azt gondolom, hogy a jövő mindenképpen a változásé, és hát abban is belegondoltunk, hogy van több olyan pszichiátriai kezelés, ami már kikerült a gyakorlatból, pedig nagyon ajnározták őket, például a viselkedésmódosító agyműtétek, amiket a múlt század 40-es, 50-es, 60-as éveiben előszeretettel alkalmaztak, és több tízezer embert nyomorítottak meg azzal, hogy az agyuk egy részét, a homloklebenyt fizikai eszközökkel szétvagdosták benne az idegrostokat, ami visszafordíthatatlan agykárosodást okozott, és gyakorlatilag egy dühöngő embert lehet, hogy lecsillapított egy csendes emberét, de az inkább egyfajta ilyen zombiszerű növényi zöldségállapotba került az ember. Ez volt, aki elkönyvelte sikernek, gyógyulásnak, de hát a gyakorlatban, és nem is véletlen, hogy ez most már teljesen kiment a gyakorlatból. Ugyanígy Magyarországon is, amikor például betiltották az úgynevezett hálós ágyak használatát. Ez ugye egy olyan eszköz volt, hogy egy ágy, és be van vonva egy ilyen keretes hálóval, mint egy ketrec olyan, és ezt használták arra, hogy bezárjanak ebbe pácienseket. És emlékszem, amikor szóba került az, és ez 2004 környékén volt, hogy ezeknek a használatát be kellene szüntetni, akkor nagyon sok pszichiátriai ellenvélemény volt, és ágáltak, hogy de hát máshogy nem lehet kezelni ezeket az embereket, és hogy aztán betiltották, és még sincsen semmi ebből, teljesen lehetett tovább csinálni a dolgokat, tehát nem történt ebből semmi rettenetes kár. Az elektrosok az egy úgynevezett invazív beavatkozás, az olyan orvosi beavatkozásokat hívják így, amik ténylegesen behatolnak a testbe, tehát egy műtét vagy ehhez hasonló dolog, ezekhez mindig szükséges engedélyt kérni. Más kérdés, hogy olyan esetben, hogyha az illető esetleg nincsen, ugye egy életmentő műtétet azt végrehajthatnak akkor is, hogyha az illető nincs tudatában, mondjuk el van ájulva, vagy ilyesmi, vagy esetleg rokonok hozzájárulhatnak. Na most ugyanez vonatkozik gyakorlatilag az elektrosokra, ami kicsit számunkra furcsa, hogy ugyanez a kategória, de most mégiscsak ez a helyzet. És ennek van, minden kórházban van egy beleegyező nyilatkozat, amit alá kell írni a betegnek, mielőtt ugye... Hát úgy szokott ez történni, hogy felajánlják ezt a páciensnek, vagy a hozzátartozóknak, és vérmérséklettől függően elmondják, hogy ez mennyire jó, vagy, és akkor vagy elmondják, hogy milyen mellékhatásai vannak ennek, vagy nem. De mindesetre aláíratnak egy nyilatkozatot, ugye, hogy a páciens ebbe beleegyezett. Na most ezeket a nyilatkozatokat a különböző kórházakban mi pont nemrég szereztük be, és áttanulmányoztuk a kollégáimmal, és nagyon érdekes volt, hogy mennyire különbözőek ezek a nyilatkozatok. Van olyan beleegyező nyilatkozat, amelyik
amelyik leírja azt, hogy igen, van ez az eljárás, és ennek lehet az az eredménye, hogy agykárosodás és memóriavesztés és stb., és ennek tudatában írja alá, és van olyan, amelyik csak a szép dolgokat írja le, hogy hú, ez milyen jó, ez igen, és igen, hú, ez milyen életmentő beavatkozás, és hú, semmi különös belléghatás nincs. Igaz is lehet, de mondjuk nem teljesen igaz. Hát igen, azért manapság már az úgynevezett tájékozott beleegyezés az egyre fontosabb részét képezi a betegjogoknak, tehát hogy a páciens az tényleg tudja, hogy mit ír alá. Most lehet bagatellizálni azt, hogy is lehet, hogy egy adott páciens éppen nem fog különösebb károsodást szenvedni, de hát ha mégis igen, és őt nem tájékoztatták előre, hát akkor azért az elég kellemetlen. Tehát ez önmagában is egyfajta logikátlanság ezen a területen, nincs egységesítve a dolog, nincs egy egységes betegtájékoztatás, nincs az, hogy a páciens tényleg tudná azt, hogy mire adja a fejét, amikor aláírja ezt a nyilatkozatot. Szerintem a dolog jelzésértékű. Mondjuk maga a cég nem szűnt meg, ez a gép, amit gyárt ehhez az elektrosokhoz, ez az, amivel kapcsolatban ugye ő csődöt jelentett. De én feltétlenül azt gondolom, hogy jelzésértékű. Ez ugye betudható annak, önmagában következménye ez annak, hogy még mindig használnak egy olyan eljárást, aminek valójában a mai mentális gyógyításban szerintem nem lenne már helye. És egy kicsit előre mutat, hogy hát ilyen dolgokra lehet számítani, hogy megtörténhetnek. Ugye két ilyen cég van, azt említettem, a másikkal kapcsolatban is előfordulhat ilyen. És hogyha a páciensek tényleg kihátrálnak, és a biztosítók kihátrálnak, hát akkor nyilván ez egy dolog abban az irányba, hogy ez is kikerüljön a használatból, ami én magam azt gondolom, hogy ez egy pozitív fejlemény lenne, mert az elmeegészség ugye mindenképpen egy olyan irányba kellene elvinni, ahol szelíd és hatékony eszközökkel kezelik ezeket az embereket. Erre van mód, van lehetőség, lehet tudni, mit kell csinálni, csak hát furcsa dolgok zajlanak még a háttérben. Mindenesetre, hogyha meg akarunk felelni azoknak a normáknak, amiket a nemzetközi egészségügyi szervezetek is egyre inkább elvárnak a tagországaiktól, akkor mindenféleképpen abba az irányba kell mennünk, hogy az elmeegészségügy, a mentális egészségügy olyan terület legyen, ahová nem rossz bemenni, ahol az illető nem fogja megbélyegezettnek érezni magát, hogyha bekerül, ahonnan úgy tud kijönni, hogy tényleg helyreállt az illetőnek a mentális egyensúlya. Kell még dolgozni azon, hogy ez tényleg így legyen.